Olyan érzése van, mintha az ellenzék elkezdett volna híreket gyártani, és mintha riogatni próbálnák az embereket, hogy maguknak nagyobb tábort szerezzenek, mondta ifjú Herman István, a megyei közgyűlés fideszes alelnöke. Azt kéri az ellenzéktől, álljanak el a riogatástól. Ma éppen azt közölték, nem épül meg az Egert az autópályával összekötő út. Herman István azt mondja, az ellenzéknek rossz, az egrieknek viszont jó hírrel tud szolgálni. Ez az út ugyanis meg fog épülni. Ez az út mindenféleképpen meg fog épülni. Az ellenzéken érzékeljük azt az elmúlt hetek sajtótájékoztatóik alapján, hogy ilyen riogatásba kezdtek, ezáltal próbálnak még több szavatot, vagy még több figyelmet önmagukra összpontosítani, talán mint egy kicsit kampányolnának mindig. Az út az meg fog épülni, erre kormányhatározat született, kormánydöntés született, zajlanak az előkészületi munkátok, és az első lakossági fórum is megtörtént ezzel kapcsolatban idén január 6-án. Andornak táján naponta 8000 autó megy keresztül, 2030-re ez 12-13 ezerre emelkedik. Hasonló a forgalom a Kerecsendi úton is. A 25-ösön 2009 és 2013 között 144 közúti baleset történt, 6 volt halálos. A fideszes alelnök úgy fogalmazott, nem is lehet kérdés, hogy megépül az út. A kivitelezés 2017-ben kezdődik, következő évben elkészül, mondta Herman István. Nemrég bemutatták Andornak táján a környezetvédelmi hatástanulmányt, őszre kijelölik a nyomvonalat.